Testi zsomacos termékek a videósbolt.hu/zsomac oldalon, link a leírásban. Sziasztok srácok, Lesi Zsomac, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. És egy nagyon érdekes dolog történt, hogy visszajött a játékba a 2v2, és most nincs ott időpont, hogy meddig van, valamint két ingyen Magic Archestet kap mindenki, tehát majd átmegyek a kis karakteremre, és ott is nyitom, a legkisebben is kinyitom, és wow, úristen, ez nagyon jó. Én lehet, hogy a legkisebben még ott nincs 2v2, és nem lesz. Na mindegy. Szóval, két Magic Archestet kapunk ingyen. És ez egy olyan dolgot, ez lehetővé számomra, ami ilyen videót már nagyon-nagyon régóta meg akartam csinálni, és ez a Magical Challenge. Magical Chest Challenge, bocsánat. Aminek az a lényege, hogy kinyitok egy Magical Chestet, és amilyen kártyák vannak benne, azzal fog játszani. Úgyhogy most ezt a Magical Chest Challenge-et fogom megcsinálni, amit már egy csomó külföldi videót megcsinált, itthon még azt hiszem senki, és én már tényleg nagyon régóta meg akartam csinálni, csak ugye nem akartam 870 gemet elcseszni erre, és igazából ott az előbb egy picit belaggolt, remélem, hogy most jó lesz az internet, mert igazából a tegnapi videó rögzítésekor hát nem éppen volt az, és mondjuk egy órával, két órával vagyok az előző videó felvétele után, úgyhogy remélem, hogy most már minden helyre állt. És igazából is itt két chestünk is van, úgyhogy én azt fogom csinálni, kinyitom az egyiket, és azzal a deckkel, ami kijön belőle, kettőt játszok, és kinyitom a másikat, és azzal is kettőt fogok játszani, viszont a telommal lefotózom, tehát csalok, csak hogy ne felejtsem el véletlenül sem, hogy miket nyitottam. Ugye itt van ez a tegnapi deck, amit használtunk, és ugye folytatjuk a Classic Challenge-et igazából. Úgyhogy nyissuk ki az első Magical Chest-et, és aztán menjünk azzal a deckkel, ami benne van igazából. Úgyhogy nézzük csak, hogy milyen deckünk lesz. Gold, hát az... Royale Giant, Belts, aha, Ice Spirit, jó. Spear Goblin, az kicsit olcsó lesz. Goblin Hat, Furnace, és Fizzbell. ez az ugye csak 7 kártya. Úgyhogy én a bónusznak valamit be fogok rakni. Mi ez a kéz? Nem tudom. Szóval nézzük meg, és rakjuk össze a decket, és lehet, hogy át fog menni emulátorra, mert megint úgy tűnt, hogy itt laggolni kezd a dolog. Szóval az első dolog, amit kaptunk, az nem más, mint a Royale Giant, a második a Bats, a harmadik az Ice Spirit, aztán a következő a Spear Goblin, aztán egy Goblin, hát Jézusom, az nem is tudom, hogy van-e tournament standarden, nincs, na mindegy. Ja igen, és így akartam, így. Aztán egy Furnace, hol vagy? Furnace, itt vagy. Furnace, és végül Freeze-ben. Én azt mondom, hogy ebből a deckből hiányzik nekem a Zap, úgyhogy én a Zappet fogom berakni utolsónak, és átmegyek emulátorra, mert látom, hogy laggolni fog már most. Nos, itt vagyok az emulátornál, és ugye ez a deck, úgyhogy hát ez érdekes lesz mindenféleképpen, úgyhogy menjünk is el egy Classic Challenge-et játszani. Úgyhogy én kicsit összepakolok az asztalomon, és közelebb hozom a billentyűzetemet, mert bizony ki akarom próbálni, hogy hogyan működik. Itt hát, ha itt gyorsan kell kártyákat váltani. Nos, hát nagy spellem nem nagyon van, és itt a freeze spam. Úgyhogy én igazából nem tudok nagyon sok mindent most csinálni. Maximum tőle lakok egy Royale Giant-et. Hoppá! Én azt mondom, hogy ezt lerakom. És hát eddig sok más kártyát nem láttunk tőle, úgyhogy egyelőre ez a dolog jól működik. Aha, ezt lerakom. Uha. Hogy fogom megölni azt a Baby Dragont? Szerintem úgy, hogy ez betargeteli. És így. Gyerünk! Oh my gosh! Ez nem mind az mi! 4 Spear Goblin! És 2 Fire Spirit. Ez fájt. Jó, ez tetszik. Ez egész jól sült el, kis... Aha, Spirit Goblinnak gyerünk.
Hát sokat nem szerveztünk a Royal Giant-en, na nem baj. Most ezeket a épületeket próbálom majd úgy lerakni, hogy ne nagyon tudja lightningolni az ellenfelünk. Hát a freeze spellt azt nagyon nem használjuk. Nem egy olyan spell, amit így mostanság nagyon-nagyon szoktam használni, úgy őszintén. Úgyhogy kezdjük a Spear Goblin háttal. Aztán a Furnace-en, ami a Barbarian háttal, esküszöm, jól működne ez a deck. Nagyon olyan dolgunk nincsen amúgy, ami a probléma, ami így megfogja a tankokat. Mármint, hogy így mondjuk így a Baby Dragon be tudja targetelni. Úgyhogy én most kénytelen voltam lerakni szépen a... az a log... Gyerünk! Aj, szep, gyerünk! Ne hagyjuk! Jó, ugye lightninggal leszedi a... Shit! Igen. És leszette még egy tornyunkat. És amúgy ez is laggolt egy kicsit. Hát ezt nem hiszem el. Mondjuk mire számítottam egy ilyen deckkel tényleg? Na nem baj, megpróbáljuk még egyszer. És azt mondtam, hogy mindegyik deckkel kétszer fogunk játszani. Úgyhogy nézzük csak meg, hogy most mire megyünk ezzel a deckkel. Hát egy golem deckket kikaptunk. Én így safe goblin hat kezdés. Aha, execution. Na hát ez jó lesz. Ja nem. Most viccelsz. Szedjétek szét, kérlek, az executionert. Ez életem legrosszabb zepje volt. Túléltem. Opa. Aha. Actually vezetünk sebzésben. Ja, Istenem. Hát ez a legjobb matchup, ami létezik amúgy. Ja, nem. Jaj. Most már nem vezetünk. Azt hiszem. Mi ez a deck? Ezzel gyerünk! Spear Goblinok, gyerünk! Szedjétek szét mindent! Van lightning, jaj, de jó! Már vártam a pekkádat! Úristen, ezt is már vártam. Ó, persze. Szerintem is. Pont, ennek így kellett történnie. Ennél rosszabb decket én még elképzelni se tudtam volna. Azért mondjuk jó lenne, ha legalább úgy egyet nyernénk a videóban, mert eddig 2 per semmi. Úgyhogy nyitom a másik magicet, és akkor valaki regisztrált a Happy Wheels-re az én e-mail címen, mehet, köszönöm.
Szóval, akkor nyissuk ki a másik Magical Chest-et, és nézzük csak meg, hogy mi lesz benne. Hát, ha valami értelmesebb dolog. Ugye Gold, Knight, na ez már most jó. Spirit Goblin, hát már megint. Na, Tesla, hát ez nem rossz. Megint Royale Giant-et, nem hiszem el. Most viszont van Lightning-unk Royale Giant, az nem rossz. És bomba. És X-Bow. Hát... ez is egy érdekes deck. Na, akkor... de tudtam, hogy ez a két, ez egy Brofist lesz. Na, akkor nézzük meg, hogy milyen kártyákat kaptunk, és építsük össze a decket. Ugye a Royal Giant az marad, Spear Goblin marad, viszont... jó, Knight, hol van Knight? Így, ez marad, aztán van Tesla, jaj, de jó. Hol vagy Tesla, így, ni, ez a négy kettő, mert benne van. Van Lightning, Bomb Tower és X-Bow. Nos, valószínűleg a Bomb Tower-t azt ugye nem annyira fogom használni. Ötös Bomb Tower-em van, Jézusom. Amúgy annak mikor fognak adni már valami értelmes, és mi legyen a spellem. Szerintem az app az jó lesz, ezt viszont felhúzom level 6-ra, hogy egy kis XP-t kapjak. Nagyon még feljebb húzom, 7-esre. De most feljebb nem fogom. Na, szóval, nyomassuk, én azt mondom. Ez érdekes, már megint milyen decket kaptunk. Na nem baj. A X-Bow az mind jó tud lenni, mostanában főleg ebben a metában egész jól működik. Ez egy elég biztos kell. A Speed Goblin meg senki nem használja, jó van. Ha hogja van, akkor nem nagyon számítok sok tankra, úgyhogy... Aha, jó. Azt hiszem ez így... Szomorú. És azt hiszem a Tesla az kétszer ennyi sebez a pekkára, úgyhogy jók vagyunk. Mondjuk. Fú, hát sokat tudtunk sebezni. Ez a pekka, ez nem tetszik nekem. Hogy itt van. The Bomb Tower az teljes counter ugye a hogjára. Viszont arra nem hiszem, hogy számít, hogy van nekem... És nem tudom, melyre ezen az oldal támad, amikor ott van a Teslám. Az elektrolizergyával. Nagyon jó kérdés. Hát ez okés. Jó, adom. Lightning. Gyerünk Bomb Tower, úristen, de keveset szebzel. Wow. Hát nincs jobb ötletem, úgyhogy... Ó, Zeppet használt, jó. Akkor nyomatunk egy Knight-ot. Defensive X-Bow volt, hát nincs jobb ötletem őszintén. De úgy tényleg nagyon nincs jobb ötletem. Ó, azt el is fejtettem, szóval nincs elég szíria pekkára. Ó, mondjuk ezt, ez az. Ez jó. Actually, ezt a meccset meg fogom nyerni. Én ezt nem hiszem el! Hát ezt nem hiszem el! Működik! Ez az! De ez is amúgy, hogy két Magical Chestből Royal Giant.
mindkettőből. Esküszöm, lehet, hogy megyek még egy meccset, hogyha ez a meccs jól sikerül. Esküszöm, tetszik. Ez a X-Bor Royale Chat. Undorító, undorító. Nagyon undorító. Nagyon undorító. Na nézzük. Thanks, neked is sok szerencsét. Aha. Hát itt nagyon-nagyon-nagyon picit tudtunk sebezni. Okés. Ennek mi értelme volt? Nem raksz semmit? Jó, akkor nem. És mossak le. Kiégek. Lol. Hát ez nem hiszem el. Már megint veszetek. Ez az. És na, ilyenkor szerintem mindenre fog számítani, csak X-Borra nem én megint lerakom az X-Borra, és így... Na igen, ez jó lesz. Figyeljetek. Figyeljetek! Gyerünk, 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 gyerünk! Tower lock, 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 lock! Nem már! Ah, és nem ér oda a tower. Elcsesztem. Nem baj, nem baj. Zeppet. Én meg ezt lightningozni fogom, ha leraksz valami mást. Gyerünk, lightning, ez az! Gyerünk, Tesla, gyerünk, én bízok benned. Speed Goblinok bennetek is. Gyerünk, Royal Giant. Gyerünk, Tesla! 1800. 1700 élet versus 800 élet. Egy log és nyertem. Egy log és nyertem. Vagy egy lightning, na. Come on. Az a jó, hogy annyi védekező épületem van, hogy ezt nem hiszem, hogy nagyon sok. Gyerünk, gyerünk, szögyütő szőt, ez az. Na jó, ez elég furi hangban. Na mindegy, nyomjunk még egy meccset, mert tetszett. Good game. Na, az első deck az nagyon nem, ebből meg 2x2. Esküszöm, végignyomok egy classic challenge-t ezzel a deck. Nem, úgy nem. De... Na jó. Szerintem nincs jobb választásom, mint hogy lerakok egy... Várjunk, egy picit várok, hogy hát, ha ő rak valamit. De nem. Jó, let's go, nem. Okés, és egy oldalt. Én meg egy Royal Giant-tel kezdtem hátulról. Ott a Lightning azért jöhetett volna jobb is valami. Nem tudom. Ne viccelj! Úristen! Ezt hogy éltük túl, nem tudom. Nem tudom, hogy éltük túl, srácok. Ez komoly volt.
Ez az! Nincs semmilyen válaszod a Royal Giant-ömre. Az X-Bowl-t nem akarom lerakni defenzíven addig, ameddig meg nem mutattam, hogy van ilyen, nem? Mert még jól jöhet. Ne, a Teslát leszette. Ne! Ne! Most miért rakja az ice-gólemet? Ne, elcsesztem! Ice-gólem amúgy is megölte volna. Nem baj, egy kicsit sebez még egyet. Oké. Ez az, gyerünk. It's everyday, bro. Csak ügyeskedek, úgy van azt a számot amúgy. Uha. Vesztettem. Nem baj, ennyi elég. Túl szép lett volna, ha ezzel a deckkel megint nyerek. Nem baj, én akartam még egy meccset menni, de ez a deck az a két meccs. A nagyon vicces volt. Nos srácok, remélem nektek, hogy tetszett ez a videó. Ha szeretnétek még, hogy hasonlót csinálják, akkor megcsinálom szívesen, csak akkor hát gembe fog kerülni. Ez van. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ma is nem tartottok, ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, és ha még nem vagytok, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én ennyi lettem volna mára, találkozunk a következő videómban. Sziasztok!